Rövidesen rajtol a spanyol bajnokság, másfél hét múlva kezdődik a La Liga. Mik a legérdekesebb átigazolási hírek szerinted? Hát nyilván a Neymar üzlet mellett nehéz elmenni szó nélkül az agyrém mellett, amit a PSG művelt a Barszával. Ezen kívül a Barca erősödött, mert Mathieu távozott, tehát ez mindenképpen a pozitívumok között említendő. Érdekes lesz a megközelítése a Barcelonának és meg a Real Madridnak is ehhez a szezonhoz. A Barca ugye igazolt egy jobbeket, Semedót, én személy szerint mondjuk Bellerint vártam az Arsenalból, hogy érkezni fog a Barca, ez nem valósult meg. A Barcának most lesz még csak igazán érdekes a transfer, hogy ezek után, hogy Neymarnak távoznia kellett, mert hogy egész egyszerűen kivásárolták a szerződéséből. Mi a gondolat? Őt akarják pótolni, szerkezetet váltanak és posztokra igazolnak? Ez egy jó kérdés. Szerinted mi a megoldás? Én azt gondolom, hogy szerkezetváltás és a új posztra igazolás. Egy emberrel nem tudok pótolni Neymart. Egy emberrel nem lehet, tehát ez a Neymar Messi Suárez 3-as nyilván megbomlott, és nem lehet arra fókuszálni, hogy egyedül Neymart pótold, mert őt nem lehet. Tehát most jelenleg nem látok olyat a piacon, aki ennyire illene ebbe a Messi Neymar Suárez trióba, illetve nyilván most már Neymar nincs ott, tehát az ő helyére, ilyet nem látok, tehát mindenképpen egy pici szerkezeti átalakítást látok szükségesnek. És mikor, ha nem most, amikor új a vezetőedző? Abszolút mértékig, és ugye az elmúlt szezon azért most már arról nézett ki, hogy az első hármas oldja meg a gondjainkat, aztán majd lesz valami, és hát ez eredményekben sem mutatkozott meg, mert azt gondolom, hogy egy királykupa az nem egy nagy öröm a Barcánál egy szezonban, tehát mindenképpen kell valami változtatás. Még érdekesebb a Real Madrid, aki most már Zidánnal gyakorlatilag a második átigazolási szezont hozza le igazán érdekesebb fejlemények nélkül. Ugye megszokhattuk, hogy a Madrid az úgy igazol, hogy aki a világ legjobbja, azt bármennyi pénzért is oda hozza. Most Zidán ezt racionálta végre, Florentino Perezt vissza tudta fogni egy picit a nadrág szíjánál fogva, hogy nem kell állandóan költeni horribilis pénzeket. Érdekes lesz, mert ugye tavaly úgy nézett ki, hogy a B-sor megnyerte a bajnokságot, az A-sor a Bajnokok Ligáját, most a B-sorból távozott Danilo, távozott James Rodriguez, távozott Morata, nagyon komoly pénzekért, úgyhogy erre azért kíváncsi leszek, hogy a kettős terhelést hogy fogja bírni az öregedő Real keret, ezért ez egy érdekes dolog lesz. Igazából a La Liga továbbra is nagyon jó lesz. Ugye már csak azért is, mert egy magyar bajnokságból érkező játékos Bardi személyében ott lesz ugye a La Ligában a hétről hétre, ráadásul nagyon jól indult neki az előszezon. Ha kicsit a másodosztály felé nézünk, akkor a Real videó föl fog vonultatni egy magyar játékos Hilly Patrick személyében. Úgyhogy bár eddig is imádtuk a spanyol bajnokságot, ezután még jobban fogjuk imádni, és én már nagyon várom, hogy fog átalakulni így ezekkel az igazolásokkal a liga. Át fog szerinted összességében, vagy azért megmaradnak nagyjából az erőviszonyok? Azt gondolom, megmaradnak az erőviszonyok. Ugye a spanyol bajnokság használja ezt az agyament pénzelosztást a tévéből, hogy gyakorlatilag az első kettő a Real és a Barca elviszi a pénz 85%-át, és a maradék osztanak a többiek. Mi egyfelől érthető, mert mindenki rájuk kíváncsi, de másfelől, ha például egy angol példát hoznánk, ahol mindenki egyelően részesedik, akkor már nem azon múlik, hogy mennyi tévés bevételed van és kit tudsz vásárolni, hanem ténylegesen okosan kell tudni felhasználni a pénzedet. Így valószínűleg idén sem fogjuk tudni elkerülni azt, hogy a Real és a Barca játszon olyan mérkőzéseket, ahol 6-7 góllal fogja megvenni az ellenfelét, ami nyilván nem olyan nagyon jó, mert szerintem az nem növeli a versenyhelyzetet. De ettől függetlenül az biztos, hogy a két sztár csapat az megint varázsolni fog Európában is, a La Ligában is, és őket öröm lesz nézni is.